Annak ellenére, hogy véget ér a nyár, a strandfürdő és a családi csúszdapark is várja még szeptemberben a vendégeket Zalakaroson. A meleg nyári napok idén kedveztek a strandoknak. Hogy mik a szezon tapasztalatai a zalai fürdővárosban, arról Gyuk Alexandra beszélget vendégével. Szervusz, köszöntöm a kedves nézőket, itt vagyunk Zalakaroson, és szerencsések a zalakarosi fürdőzők, hiszen ma is napsütéses idő van, úgyhogy ki lehet élvezni a nyár utolsó napját. De hogy telt ez a nyári szezon, azt már is Vég Andor vezérigazgató úrtól kérdezem. Jó napot kívánok, mik voltak a tapasztalatok az idei nyáron? Köszönöm, köszöntöm a kedves nézőket. Az idei nyáron a tavaly évhez képest hasonló létszámot tudhatunk magunkénak. Azt gondolom, hogy egy kicsit nehezen indult, hiszen június elején még az időjárás nem volt kegyes, utána viszont újra napsütéses idő köszöntött be, és a júliust követően augusztusban a hétvégéket leszámítva az időjárás kegyes volt a vendégekhez, és nyilván hozzánk is. Így alakult ki az a létszám, ami a 2021-es évnek körülbelül megfelelőként prognosztizáljuk. És egyébként mik a tapasztalataik, vagy hát, hogy mik a közeljövő tervei, hiszen tudjuk, hogy ez a strand nem zár be a mai nappal a nyárral, hanem ősszel is lehet érkezni, hova lehet érkezni, mit vehetnek igénybe a látogatók? Igen, az előző éveknek megfelelően a strand nálunk mindig szeptember végéig üzemel. Nyilván a strandon vannak olyan medencék, amik a szeptemberben már nem, hiszen a vendégkör változással inkább idősebb generáció használják a fürdőnket. Ennek megfelelően szeptember 25-ig gyógyvizes medencékkel, termálvizes medencékkel, csöpségeknek való pancsoló medencékkel, és hétvégénként a vízipók csodapokkal várjuk az ide látogatókat. Természetesen a fedett területek mellett, hiszen a fedett területek pedig 365 nap üzemelnek. Nagyon szépen köszönöm vezérigazgató úrnak, kedves nézőink. Tehát, amint hallották, szeptember végéig üzemel a zalakarosi fürdő, úgyhogy érdemes még a következő hónapban is ellátogatni ide, hiszen szeptember 25-ig egészen 6 óráig várják a látogatókat itt Zalakaroson. Gyuk Alexandra, köszönjük szépen!